Vallás. A vallás egy embercsoport közös hite az emberek felett álló hatalmas erők létezésében, amik képesek befolyásolni az ember életét. Han István vallástörténész szavai. Már a megfogalmazásból is jól látszik, hogy egy olyan dologról van szó, ami az emberiség hajnala óta meghatározza a mindennapjainkat, a gondolkodásmódunkról nem is beszélve. Éppen ebből kifolyólag meglehetősen sok vita, probléma, sőt háború kirobbanásának az oka is. Éppen ezért fontos arról beszélni, hogy az Európában székelő, nem úgy, katolikus egyházzal milyen folyamatok történtek a kora újkorban és a történelem során. A kora újkor volt ugyanis az az időszak, amikor a katolikus egyházban egy nagy egyházszakadás jött létre. You are tearing me apart, Lisa! Egy mozgalom révén, amit ma már reformációnak hívunk. De hogy ebben az időszakban a katolikus egyháznak a darabjaira hullása ki miatt, hogyan és miért történt, arról fogunk ma beszélni. Sziasztok! Ez itt a Külön Óra, én Tomi vagyok, és ma a reformációról fogunk beszélgetni. Európában a 16. századra a katolikus egyház elérte egy bizonyos szintet. Hogy ez a szint magasan vagy alacsonyan, azt mindenki döntse el maga. A lényeg viszont, hiszitek vagy sem, egy dologban összpontosult. Fogalmazhatunk úgy is, hogy meglehetősen sok bevétele volt a katolikus egyháznak, amit nem éppen jól költöttek el. A legdurvább vásárlásom az volt, amikor 1,5 millió forintot költöttem el cipőkre és táskákra. Ha visszaemlékeztek, már magyar töriből is tanulhattátok, hogy a 14. századtól kezdve Magyarországon adót kellett fizetni az egyház részére, ez volt a tized. Ez nem egy kizárólag magyar jelenség volt, Európa szerte kellett az egyháznak ilyen és ehhez hasonló adókat fizetni. A lényeg ezzel kapcsolatban az, hogy az egyházba befolyt pénzt meglehetősen felelőtlen módon költötték el. Például a kokáért, a Szent Péter bazilikának a megépítésére túlontúl sok pénzt fordítottak, ami meglehetősen sokaknak szemet szúrt. Fontos még megemlíteni a papságnak a meglehetősen világias életét, és az ezzel együtt járó fényűzést is. Aztán ott van a reneszánsz és a humanizmus, aminek a fejlődésével, a természettudományoknak az előretörésével a papságnak a képzése nem igazán tudott lépést tartani. És Rómának a legnagyobb húzásáról nem is beszéltünk még, ami egyben a legpofátlanabb, vagy ha úgy tetszik, nem tetszik, leggeniálisabb húzása a búcsúcéduláknak a bevezetése volt. Sokat lehetne beszélni a búcsúcédulákról, hogy tulajdonképpen mik is voltak ezek. A legegyszerűbb magyarázat az, hogy tulajdonképpen az Istentől való megbocsátást meg tudtad vásárolni pénzért. 2 és 3 ezer euró között van az ő ára. Biztos, hogy lehet egyébként olcsóbban is kapni, de senkinek nem tanácsolom. A keresztény egyházon tehát jól látható, hogy fogalmazunk úgy, nem volt éppen a csúcson megbízhatóság terén. Hello, I like money! És ez egyre több embernek szemet szúrt. Egy türingiai bányás családból származó ferences rendi szerzetes volt az első, aki ennek viszont hangot is adott. Martin Luther, vagy magyarosan Luther Márton fellépésében az volt az igazán különleges, hogy nyilvánosan tette ezt meg. 1517-ben állítólag kifüggesztette a Wittenbergi vár kapujára, ezt pontosan nem tudjuk, 95 tézisét, amiben a katolikus egyházat kritizálja. Ebben a 95 pontban, és most figyelj, a katolikus egyház megújítását szerette volna ösztönözni. Srácok, valami nincs rendben. Dumáljunk már egy kicsit. Tényleg nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy Luther ezzel a 95 pontjával meg akarta újítani a katolikus egyházat, és nem újat akart létrehozni. Nem véletlenül hívják reformációnak ezt a mozgalmat. A reformáció jelentése újjáalakítás, újjászervezés, megújítás, meg ilyenek. Tudom, hogy tudjátok.
de sajnos előbb-utóbb az egyházszakadás elkerülhetetlen volt. I'll never let go. I promise. Beszéljünk egy pár szót a 95 pontról. Tessék? Úristen! 95! Ne! Ne kapcsolt ki a videót, nem fogjuk pontonként végigvenni őket. Ebben a 95 pontban Luther tulajdonképpen szembe megy az egyház erkölcstelenségével, és ehhez kapcsolódóan tesz javaslatokat a hit gyakorlása és az egyház működése kapcsán. Példának okáért fellép a búcsú cédulák ellen. Teszi mindezt úgy, hogy azt írja, hogy a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg. És az egyháznak éppen ezért ebben a folyamatban nincs szerepe. Úgyhogy szia, goodbye! Luther szerint tehát a bűnbocsánat az Isten és ember között zajlik, nem pedig Isten és ember között pappal középen. Luther a 95 pontban hangsúlyozza még példának okáért azt, hogy az egyháznak érdemes lenne visszatérnie a szegénységhez. Luther pontjain jól láthatjuk, hogy tulajdonképpen javító szándékúak voltak, csak hogy ezzel azt sugallta, hogy van mit Rómában megjavítani. És ez persze nem volt éppen tárt karokkal fogadott kritika az egyházban. Lehetséges, hogy a szegénységre is csapta ki a biztosítékot. Nekem ez nincs kedvem, fecsó. Az ezt követő években szót követett, röviden összefoglalva Luthert 1520-ban kiközösítették az egyházból. Hagyd el a házat, most! Ez persze nem jelentette a történet végét. Luther meglehetősen népszerű volt a német fejedelemség és a polgárság körében is. Ez a népszerűség és a kiközösítés együtt teljesen lehetetlenné tette, hogy Luther valaha is visszatérjen a katolikus egyházhoz, éppen ezért nem maradt más hátra, új egyházat kellett alapítania. És így létrejött a luteránus, vagy más néven evangélikus egyház. Luther fellépését többen követték aztán, akik mind szerették volna megreformálni a katolikus egyházat. A második legnagyobb hatású reformátor, Luther után, a francia származású Calvin János volt, eredeti nevén Jean Calvin, aki Genfben, Svájcban kezdte el munkásságát. Ha Calvin tanításait össze kéne foglalni egy pár szóban, akkor azt úgy lehetne, hogy Calvin elsősorban az egyszerűséget és a fényűzés megszüntetését helyezte előtérbe, a mindennapokban, az egyházi életben, öltözködésben, összességében az élet minden területén. Calvin munkássága révén jött létre a calvinista, vagy más néven református egyház. Luther és Calvin is azt gondolta, hogy az ember és Isten közötti kapcsolatnak a lehető legközvetlenebbnek kell lennie, és az egyháznak ebben nem sok szerepe van. Ön nyilván Bruce. Ki maga? Az egyetlen. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy az emberekhez a Szentírás maga a lehető legközvetlenebb módon eljusson. Ennek a módja pedig az, hogyha elolvassák. Duh. Éppen ezért első ízben Luther lefordította a Bibliát német nyelvre. Akkor azt is tudja, hogy mit akarunk. Fordítsa le! Igen, ma már teljesen természetes, hogy a saját anyanyelvünkön olvassuk a Bibliát, már aki olvassa a Bibliát. Ez viszont a 16. században egyáltalán nem így volt. A Biblia kizárólagos nyelve egészen addig a latin volt. Ennek nem csak az volt a jelentősége, hogy az emberek saját anyanyelvükön olvashatták a Bibliát. Olvasni azt mi is tudunk! Az nem kunst! De ez emellett egy elég nagy szerepvesztést is jelentett a katolikus egyház számára. Papság szükségtelenné válása azt jelentette, hogy Isten jobb kezére arra, aki közvetítette az ő igéjét, mivel senki más nem beszélte azt a nyelvet, aki nem tanulta meg. A lényeget mondjad! Engem b***sz, mert nem tudsz latinul! Nem volt szükség. A Bibliát először német, majd aztán később több más nyelve is lefordították. Katolikus egyház népszerűségi mutatói meglehetősen rosszul álltak tehát ekkor. Nem kérek többet se a segítségedből, se a megjegyzéseidből. Ebből elég volt. Összehasonlítva a protestánsokkal, a sokkal vonzóbb, emberközpontúbb protestáns, magyarul tiltakozó egyházakkal szemben. Éppen ezért a katolikus egyháznak valamit tennie kellett. Két részre oszhatjuk a katolikus egyháznak a válaszát. Az egyik csoport az erőszakos fellépés. Ez nagyon kemény lesz. A másik csoport a nem erőszakos
Az elkövetkezendő években, évtizedekben vallásüldözések, vallásháborúk törtek ki. Rengeteg ártatlan embert öltek meg, pusztán azért, mert áttért a protestáns hitre. Mindkét oldalt egymás öldökölte azért, mert mást gondoltak a keresztény hitről. A katolikus egyház újjáélesztette az inkvizíciót, ami tulajdonképpen az egyház bírósága, ami folyamatosan kereste fel és ítélte el a protestánsokat. A katolikus megújulás egyik, hanem legnagyobb eredménye a jezsuita rendnek a létrehozása volt. A rendet Loyolai Szent Ignác alapította 1540-ben. Ami amellett, hogy részt vett az inkvizícióban, számos pozitív dolgot csinált. Például a kokáért iskolákat és papneveldéket alapította. Nem elhanyagolható tényező, hogy a jezsuita rend feladata volt az is, hogy a megszerzett gyarmatokra kimenjenek, és az ott élő őslakosokat a keresztény hitre áttérítsék. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Zárójelben megjegyezném, hogy nem véletlen, hogy az afrikai és a dél-amerikai országok keresztényeinek a többsége katolikus. A katolikus megújulásnak egy másik, fontos eseménye a tridenti zsinat volt. Ennek az eseménynek a lényege az volt, hogy a katolikus egyház belső rendjét helyreállítsák, szigorítsák a papok képzését, és megtisztítsák az egyházat. És nem mehetünk el a barokk mellett sem csak úgy. A katolikus egyház létrehozta ezt az irányzatot építészetben és a művészet más területein egyaránt, ami a pompájával, a fényűzésével próbálta meg az embereket magához csalogatni. Mondjuk érdekes gondolat a fényűzés vágyára fényűzéssel válaszolni. It's not too much, is it? No. Összefoglalva tehát, új egyházak jöttek létre. Lutheránus, kálvinista, unitárius, anabaptista, és a többi, és a többi, és a többi. A római katolikus egyházad. Nagyon erős kritika érte. Mi volt ez a pusztító alpáriság? És az anyanyelvű biblia fordítások révén népszerűsödött az olvasás, és egyfajta kételkedő gondolkodásmód egyre inkább elterjedt szerte Európában. Ennyi volt a mai tanúra, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, írjatok hozzászólást, és iratkozzatok fel. Sziasztok!